másfél éve nyertem meg a Total Joy díjat, amit Tóth Endre alapított a Kemkivel együtt, és ennek a keretében valósulhatott meg ez a kiállítás. Olyan témával írtam meg a pályázatot, amivel már hát igazából már régebb óta foglalkozom. Itt kutatás alapú művészeti projekteket vártak. Én az utóbbi években a kapitalizmus és a kínóválság kapcsolatával foglalkoztam. Valahogy ez egy olyan irányt vett, hogy a technológia kérdése kezdett el foglalkoztatni. Milyen technológiákkal próbáljuk meg felvenni a harcot a klímaválsággal. Van egy fogalom, a geomérnökség, amit már most bedobnék igazából. Ez egy olyan technológiai innovációkat jelent, ami a bolygószintű folyamatokat próbálja meg befolyásolni. Ilyen például, hogy vegyük ki a széndioxidot a légkörből, mert ha sok van, akkor mit csináljunk vele, vegyük ki. Vagy mi lenne, ha leárnyékolnánk a napot egy kicsit, például rakjunk ernyőket a Föld és a Nap közé, és akkor a felmelegedést megoldottuk. Szóval vannak ilyen nagyon hajmeresztő ötletek, és az érdekelt, hogy van ennek, mi ennek a háttere, hogy lehet az, hogy ilyen dolgokról tudunk gondolkodni, és ilyen felvetéseink tudnak lenni tudományos keretek között. És így jutottam el ahhoz az időjárás manipulálás történetéig, és ennek a tudomány előtti és a tudomány utáni történetéig. Szóval végigvettem a időjárás manipulálásnak a történetét, és ezért lett a kiállítás alcíme, az időjárás jelenése cím, a varázslástól a geomérnökségig, és az érdekelt, hogy amíg amikor a boszorkányok kakassal és kígyóval vihart idéznek elő a késő középkorban, ezt nyilvánvalóan mágiának tekintjük. De miért van az, hogy ezt az űr, a Föld és a Nap közé teendő ernyőt, ezt tudománynak hívjuk? Miközben készítettem egyébként interjúkat ilyen geomérnöki projektekkel, és pont egy űrtechnológiai cég, akik ezt vizsgálták, ezt a kérdést, ők mondták, hogy ehhez az ernyős témához évi 60 ezer rakétát kéne az űrbe lőni, és most körülbelül 200-300 rakétát lőnek az űrbe. Szóval, hogy akkora léptékváltásra lenne szükség, ami szinte már egy ilyen mágikus regiszterbe viszi ezt az egész történetet. És akkor az érdekelt, hogy így ezt a mágikus regisztert, ezt hogy lehet feltárni. Szóval olyan anyagokkal akartam dolgozni, amikben megjelenik ez az időjárás elleni harc. Ezt a technoesztétikát akartam így felturbózni, gépeket, a időjárás manipulálás történetében megjelenő lőszereket, ilyen fegyverek, majd ott a túloldalon. És valahogy ezt az átlátszóságot akartam behozni, mert arra gondoltam, hogy nagyon sok, egyrészt ez a léptékváltás, hogy 300 rakétából hogy lesz 60 ezer, ez valahogy egy ilyen immateriális, tényleg ez a mágikus gondolkodás van benne, és hogy mintha itt úgy terveznénk ezeket a folyamatokat, mintha nem kéne anyagokba gondolkodni, nem kéne a Föld végességébe, a Föld erőforrásainak a végességébe, hanem egy ilyen immateriális térbe lennének ezek a tudományos technológiai ötletek behozva. És akkor volt egy ilyen alapkérdésem, hogy a technológia az, ami elvileg megment bennünket, mondjuk a klímaválságtól, a mai ígéretek szerint, de vajon mi túléljük ezeket a technológiákat? És akkor még az, hogy itt a Nemzeti Galériában van a kiállítás, nyilván ennek a kontextusával is akartam valahogy dolgozni, és azt hiszem, hogy az lett a válaszom, hogy itt, ahogy végigmegyünk a galérián, itt képek vannak a falon keretezve, és valahogy én amúgy képeket készítek, de nem akartam képeket rakni a falra. Szóval egy ilyen installációt képzeltem el, hogy ezt az egész sztorit, ezt a sokféle motivumot így egyé fűzhessem össze.
nyilván a boszorkányság óta egy csomó minden eltelt, nem nagyon sokféle népi hagyomány van, ami szintén valahogy ezt az ilyen harcot képviseli. Például, nem tudom, baltát dobáltak a felhő felé. Vagy volt olyan a Pócs Éva kutatásaiban, aki boszorkányipereket elemzett, hogy abból kiderült, hogy nőket azzal vádoltak, hogy eladták az esőt Törökországnak. Bejön egy, nem tudom, nagyon érdekes, akár egy ilyen geopolitikai dolog is bejön ebbe a történetbe, ebbe a harcba. Aztán nyilván a felvilágosodás hozza be a mérésnek a technológiáját a természettel való emberi kapcsolódásba, és egy nagyon nagy ugrás ebben az időjárásos sztoriban is, azaz a mérés után, nyilván amikor elkezdtek mondjuk hőmérőket fejleszteni, nyomásmérőket, meg ilyesmi, amikor egyébként a hadipar miatt elkezdték tehát a meteorológia fejlődött, radarokat fejlesztettek, amik háborús célra, tehát a repülés miatt voltak pontosak, aztán rájöttek, hogy azok valójában a viharfelhőket is lehet vele nézni. És aztán a számítástechnika megjelenése, ez egy még egy újabb boomot adott az előrejelzés kérdésében, mert hogy azt gondolták, hogy majd akkor a számítástechnológiával mindent kiszámolunk is. Amikor a Neumann János azt mondja, hogy minden stabil folyamatot előrejelzünk, minden instabil folyamatot irányítani fogunk, akkor ő arra számít, hogy majd a számítástechnikai modellek lehetőséget adnak arra, hogy mi mindent a rációval és a számokkal és ezzel a tudományossággal ne csak bemérjünk, ne csak leírjunk, hanem aztán utána a módosítását is tökélyre fejlesszük. És nyilván ez nem jött be azóta se, tehát hogyha csak most arra gondolunk, hogy mi történik az időjárással, hát ez valamilyen szinten egy mágikus regiszterben van önmagában, hiszen naponta tapasztaljuk, hogy akár nem tudnak megjósolni dolgokat, előrejelezni, nemhogy irányítani. A kutatás az nyilván nekem már több éve folyik, és nagyon sok mindent olvastam a témáról, interjúkat készítettem magáról a történeti dolgokról, aztán a mindenféle elméleteket, ökomodernizmusról, ami propagálja ezeket a technológiákat, ökofeminizmusról, ami kritizálja ezeket a technológiákat, kapitalocénról, nem tudom, mindenféle nagyon nagy tudásanyag gyűlt össze, és akkor úgy éreztem, hogy ez így őrület, ebből hogy lesz egy munka, és akkor félre kellett raknom ezt a sok infót, mert nem egy adatalapú művet akartam létrehozni, hanem valami olyat, amit nézegetni lehet, tehát amihez kapcsolódni lehet nézőként, és nem számokhoz, vagy nem is tudom, elemzésekhez kell kapcsolódni, hanem valamilyen fajta ilyen élményeket vált ki, és akkor így lett egy csomó vizuális motívum, amit ezen a benyomáson túl, hogy ilyen átlátszó, fémes dolgokat szeretnék, a motívumokat használtam fel. És akkor az egyik, talán ez a lőszer, vagy ez a háborúzás az egyik fő motívum, ahogy itt a lőszerek megjelennek, ott van egy viharágyú, ezek a szocializmus alatt használt oblakórakéták, amivel ezüstjolidot lőttünk a felhő közepébe, akkor itt ez egy ilyen, ez a Jäger talajgenerátornak egy rész eleme, amit most használunk, és ezüstjolidot pálók, tehát ami a felhőkbe jut, ez egy országos lefedettségű rendszer egyébként. És akkor itt megtalálható viszont az ezüstgolyó, egy ezüstgolyó, ami nyilván felnagyítottam óriásira, de hogy az ezüstgolyó nagyon sokszor megjelent a geomérnökségről írott szövegekben, és így írták, hát ezek nyilván angol nyelvűek, és a silver bullet volt nagyon sokszor, amivel a jelző, amivel a geomérnökséget jellemezték, mint valami, ezt jelenti a kifejezés, hogy valami nagyon komplex problémát nagyon gyorsan megoldunk. És kiderült, hogy az ezüstgolyó, ez a metafora, ez onnan jön, hogy az ezüstgolyóval lehetett megölni a vérfarkast és a zombikat, és akkor ezt például nagyon sokáig félreraktam ezt a történetet, de aztán így rájöttem, hogy az ezüstgolyó szimbolizálja ezt a technoesztétikát is, illetve aztán a vérfarkas pedig igazából így a klímaválságnak is a metaforája, vagy akár a technológiának is lehet a metaforája, attól függ, melyik irányból nézzük, az a szörny, ami jön és fenyeget bennünket, így a válság formájában. Az az igazság, hogy én ezzel a mágikus részével kevesebbet foglalkoztam a dolognak, igazából engem inkább már a tudomány,
utáni része érdekelt. Szóval én egy ilyen kapitalizmus kritikus szemszögből szerettem volna az egészre rálátni. Van egy amerikai cég, egy ilyen New York-i kis hát ilyen startupnak indult cég, akik úgy kezdték, hogy széndioxidból vodkát készítettek. Őket úgy hívják, hogy Air Company, mint levegő. És aztán a Covid alatt például kézfertőtlenítőt csináltak, aztán parfümöt is, amit Airnek hívtak. Szóval az egész olyan volt, mintha egy ilyen művészeti projekt lenne, és a Duchamp, eszembe is jutott a Duchampnak a levegője valahogy, így az egész esztétikájában, meg minden. És tehát, hogy így eladják a levegőt gyakorlatilag, és úgy volt beállítva, szóval ez egy ilyen, mintha ilyen hipster geomérnök cég lenne, úgy volt beállítva, mintha ez egy ilyen nagyon menő dolog lenne. Ez volt végülis a terméknek a értéke. És akkor ők most már a légierőnek gyártanak, az amerikai légierővel kísérleteznek repülőgép üzemanyagot. Szóval, hogy ez volt az evolúciója ennek a kis cégnek. Ezt azért mondtam el, hogy így igazából engem tehát hogy nagyon sok elméleti kérdés is érdekelt, de azok inkább ebből a kapitalizmus kritikus nézőpontból, hogy így hogy lehet az, hogy van ez a cég, akik így fenntartós hatóság címén a hadipart támogatják, a háborúzást, emberek és emberek gyilkolászását és a környezetek tönkretételét, és mégis úgy adják el, mint valami nagyon menő dolog, mint amikor széndioxidból készült vodkát iszol. És mellesleg a széndioxid kivonó hatása is elhanyagolható, szóval hogy az most így nem tudom, hogy részletezdem el, hogy ez mennyire amúgy egy kicsit az is ilyen greenwashing kategóriába esik. Annak ellenére, hogy itt ilyen boszorkányok, vérfarkasok és ilyen, ez egyébként pont egy széndioxid átalakító készüléknek egy darabja, szóval itt vagyunk ebben a ilyen mindenféle jelenések között, ami engem így szívből érdekel, azok inkább az, hogy így hogyan csinálnak ebből ilyen startupok, ilyen bizniszeket. És akkor utána azt mondják, hogy a artivism is activism through arts, hogy az artivizmus az a művészeten keresztüli aktivizmus. Ezt azért is akartam megjeleníteni, mert mindig megkapom ezt a kérdést, hogy művészként, nem is tudom, hogyan, én mit szeretnék, hogy mi történjen a világgal, hogy lehetne ezeket a kérdéseket megoldani, és akkor és hogy így én, tehát hogy én nem vagyok sem aktivista ezzel, hogy ezt kiállítottam, sem nem tudom, artivista. és hogy azt hiszem, hogy azoknak kell döntést, azoknak kell ezekre a kérdésekre válaszolni, akiknek van hatalmuk, vagy tőkéjük, vagy közhatalmuk, politikusok. És én erre szeretném felhívni a figyelmet. Tehát, hogy nagyon érdekelnek az ilyen obskurus elméleti kérdések is, de ez jobban inkább, ezeket szeretem elmondani. Nem akartam nagyon nagy lózungokat itt megfogalmazni, tényleg nem akartam se adatalapú kiállítást, se szövegalapú kiállítást, úgyhogy a kísérőfüzetben jelenítettem meg olyan szövegeket, meg elméleteket, amik így ezeket az álláspontjaimat, nem tudom, felmutatják jobban, akár, mint hogy egy naív szem a művekben megtalálhatja őket. És akkor lehetőségem nyílt a Jason W. Moore-ral készíteni egy interjút, aki kitalálta a kapitalocén fogalmat. Nem kitalálta, hát az ő nevéhez kötjük, igazából ő általa lett talán ilyen közismertebb. És a kapitalocén ugye azt mondja, hogy itt nem egy ember az antropocénhez képest, nem az ember általánosan homogénen, minden ember felel ezekért a válságokért, a klímás ökológiai válságért, vagy egyéb válságokért, hanem itt mindig voltak olyan földrajzi térségek, társadalmi osztályok, akiknek bizonyos érdekei miatt folyt a világ olyan irányba, amerre folyt, és ez most is ugyanígy van, és igazából ezért érdekel a kapitalocén. Hát Magyarországon biztos, hogy nem szeretünk még mindig kapitalizmusról beszélni, mert hogy nem szeretnénk a szocializmus se, úgyhogy szerintem itt ezen van egy átok, és így lehet, hogy nem tudom, ettől rögtön ilyen sötét zöldnek vagyok például elkönyvelve, hogyha kimondom ezt a szót.
az időjárás manipuláció során folyamatosan visszajön ez az ilyen harci képek, hogy megpróbálunk harcba szállni a felhőkkel, kiálltunk rájuk mondjuk népi hagyományba, vagy nem tudom, a kereszténységbe harangoztak, azzal próbálták elűzni a felhőket, és aztán Mária Terézia betiltott ezt a gyakorlatot, mert nagyon sokan meghaltak a villámcsapásokba, hiszen vonzotta a villámot a torony, a harangtorony. A vihar szerintem nagyon jól példázza azt, hogy hogyan vagyunk kitéve a természet működésének, tehát hogy hogyan van ez a tévhit, vagy amit így próbálunk a felvilágosodás óta elhitetni magunkkal, hogy mi, a mi kultúránk, civilizációnk az magasabb rendű, mint a természet, és ezt elválasztjuk róla is. Szerintem a vihar nagyon jól példázza azt, hogy ez mennyire nincs így, mennyire elválaszthatatlan, tehát tehát sokszor előrejelezni se tudjuk a vihart, nem hogy aztán utána valamit módosítani rajta. Tehát hogy így nyilván ez egy ilyen nagyon látványos kép, egy nagyon, nagyon átélhető kép mindenki számára.